Másfél évvel ezelőtt tették jól látható helyre ezt a tájékoztató táblát az egyik nyíregyházi hipermarketben. A leírás azokat az alapvető élelmiszereket sorolta fel, amelyeket a kormány döntése értelmében kötelezően hatósági áron kellett értékesíteniük az üzleteknek. Ebbe a körbe tartozott a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a 2,8%-os tehéntej, valamint a csirkemell és a csirkefarhát. Augusztus 1-től ez a szabályozás már nincs érvényben, az üzletek maguk határozhatják meg a termékek árát, azok ugyanakkor a jövőben részei lesznek a július 1-től bevezetett kötelező akciózásnak. A kormánynak a törekvése azért ez egy hosszú időre tekint vissza, mert 17 hónapot éltek meg a legalábbis az élelmiszereknél az ársapkák. Az üzemanyagoknál ez kevesebb. Egyébként érdekes, hogy maga az ársapka volt a legtöbbet keresett szó az interneten, és valószínűleg az üzemanyag ársapka miatt. És most augusztus 1-től ezeknek a termékeknek megszűnik az ársapkája. Helyette kerül be ez a kötelező akciózás, és az a lényege, hogy ezek a termékek, amelyek korábban ársapkások voltak, ezek is bekerülnek a kötelező akciós körbe, mégpedig úgy, hogy a bruttó beszerzési árnak a 15%-kal csökkentett áron kell ezeket értékesíteni, vagyis ezek is bekerülnek a kötelező akciós részbe. Az élelmiszer árstopot a magas európai infláció és a rohamosan emelkedő élelmiszer árak miatt vezette be a kormány. A változtatás azonban időszerű volt, tette hozzá Balogh Zoltán. Beavatkozott a kormány nyilván a piaci folyamatokba azzal, hogy alapvető élelmiszereknek az árát megpróbálja alacsonyan tartani. Ennek mindenfajta inflációs hatásaival próbálta visszaszorítani. De nyilván egy bizonyos szint után már nem szerencsés az, és ezt különböző szervezetek, így a kamara is jelezte, hogy ki kellene vezetni az ársapkákat, mert piasztorzító hatása van. Ez látszik is, hogy nyilván a nagy kereskedelmi láncok átlagáréssel gazdálkodnak, és bizonyos költségeket próbálnak az árésükkel fedezni. Tehát nyilván, hogyha valahol veszteséget szenvedtek el, mondjuk itt az ársapkás termékeknél, akkor azt egyéb termékeken próbálták behozni. Ebből adódik az, hogy azért láttuk magunk is, hogy néhány terméknek pillanatokon belül megnövekedett az ára, majdnem sok esetben a 40-50-60%-kal is. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke hangsúlyozta, miután a kiskereskedelmi forgalom az utóbbi időszakban jelentősen csökkent, az üzletek harcolni fognak a vásárlókért. Ez várhatóan az árak mérséklésében fog megmutatkozni, amelyet a gazdasági versenyhivatal által létrehozott online árfigyelő rendszer is segíthet. Kereskedőként én is azt tudom mondani, hogy jelenleg is akciózunk, és a 10-15%-ra ment fel most ez a kötelező akció mértéke. Én úgy gondolom, hogy ez sem sok. Tehát a 15%-os akció az egy reális lehetőség a kereskedők részéről, hogy használják. Nyilván itt azért ez egy fontos dolog, hogy itt vagyunk Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében, és itt azért azt tudni kell, hogy itt azért jóval alacsonyabb az egyfőre jutó átlagjövedelem, és a legmagasabb a megyék közül a munkanélküliségi ráta. Tehát itt azért ez nagy probléma, hogy kis vásárlerő jelentkezik, és ezért itt a jelenlegi kereskedő cégek próbálnak versenyezni majd a vásárlók után, mert hát azt tudjuk, hogy körülbelül 10%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Szintén komoly segítséget jelenthet a lakosságnak a kormány egy másik döntése, mely szerint megemelik a szép kártyára utalható keretösszeget, és lehetővé teszik, hogy ebből a pénzből hideg élelmiszert is lehessen vásárolni augusztus 1-től. A döntés értelmében augusztus 1-e és december 31-e között a munkáltatók a jelenlegi 450.000 forintos rekreációs kereten felül Széchenyi pihenőkártyákra egyszeri, legfeljebb 200.000 forintos összeget utalhatnak, ami béren kívüli juttatásnak minősül.